A Diákvárosra jellemző figurák órajátékával kezdődött a város osztályfőnökeinek búcsúztatása. A ballagási hét keretében két év kihagyás után ismét a hagyományokhoz hűen mondtak köszönetet a diákok és a város vezetése is a pedagógusoknak. Biztosan állíthatom, hogy önök által azok a fiatal felnőttek, akik szombaton elballagnak, nem csak a tenger, de most már az óceán végtelensége iránt is vágyakoznak. A Vasvári Pál Gimnázium egyik végzős diákja Antoine de Saint-Exupéry szavaival köszönt el tanáraitól a diákság nevében. Emellett pedig a székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnázium énekkara adott műsort az ünnepségen megjelenteknek. Azonban nem csak az érettségizők számára nehéz ilyenkor az elválás, az őket tanítóknak is, hiszen a sok-sok élmény, nehézségek leküzdése mindenkinek egyaránt meghatározó az életében. A következő kihívás pedig mindnyájuknak az érettségi lesz. Az online világban azért mégiscsak működtek a közös problémák, a közös megbeszélések, az meg valahol mégiscsak azért erősített bennünket meg, hogy egymásra számíthatunk. Az én osztályomban mondjuk történtek tragikus események is, két édesapát, két nagymamát veszítettünk el, és a gyerekek majd mindegyike átesett a betegségen, de azt gondolom, hogy azért az, hogy számíthattunk egymásra, azért az meg sokat adott. Göde Andrea mellett még 86 osztályfőnök vesz búcsút tanítványaitól, és bízik majd abban, hogy a tudást sikerült megfelelően átadni, és a több mint 1800 ballagó diák sikeres érettségit tesz. Közülük hívtunk meg mindenkit, bízom benne, és úgy látom, hogy sokan el is jöttek közülük, hogy megköszönjük a sok éves munkájukat. Ugye tavaly és tavaly előtt sajnos nem volt lehetőség a világjárvány okozta helyzetben megtartani ezt a rendezvényt. Én nagyon örülök, hogy azonban a hagyomány láthatólag nem tört meg, hanem most ezt tovább tudjuk folytatni, és köszönetet mondani nekik azért, mert elkísérték a fiatalokat az életük egy nagyon fontos időszakában a középiskolás években egészen a ballagásig, az érettségéig. Az ünnepség végén egy-egy ajándékcsomaggal köszönte meg a pedagógusok több éven át tartó munkáját a város vezetése.